estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Továbbra is nagy fejtörést okoz az agrárium gazdálkodóinak, hogy a nyári szezonális munkákra egyre nehezebb munkaerőt találni. A témával később bővebben is foglalkozunk, most pedig mutatjuk a teljes kínálatot. Nyugdíjba vonul, leköszön Kújbusné Mecsei Éva vármegyei főlevéltáros. Óvatosan az utakon, megkezdődött az őzek párzási időszaka. Problémák az agráriumban, továbbra is nagy a munkaerő hiány. Nyugdíjba vonulása alkalmából a közel 4 évtizedes levéltárosi szakmai munka elismeréseként Szent László ezüst emlékérmet adományozott Kújbusné dr. Mecsei Évának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár igazgatójának Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. Erről az elmúlt csak nem 40 évről kérdezem most a díjazottat. Köszöntöm a stúdióban Kújbusné dr. Mecsei Évát. Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást. És mindenek előtt szívből gratulálok az elismeréshez és az életúthoz. Amennyire én tudom, tanári pályának indult ez a 40 év. Milyen gyorsan derült az ki, hogy mégsem ott fog ez megtörténni? Valóban itt végeztem a Bessenyei György tanárképző főiskolán, és 1 évet tanítottam Ófehértón. Nagyon szép emlékeim vannak róla, de aztán gyereket vállaltam, és egy kicsit nehéz lett volna kijárni Ófehértóra, így váltanom kellett, de mindig megmaradt a pedagógus pálya iránti vonzalmam és a gyerekek iránti szeretetem. Úgyhogy nagy megtiszteltetés volt, amikor a főiskolán óraadó lehettem, és nagy öröm, hogy a levéltárban is lehetett levéltárpedagógiát tartani és órákat tartani a gyerekeknek. Hogyan keveredett a levéltárhoz? Ez egy nagyon különleges történet, mert az akkori munkaügyi központot kerestem meg, hogy tudnak-e munkát ajánlani Nyíregyházán, hiszen itt laktunk. És a beszélgetés után azt mondta az ügyintéző, akivel beszélgettem, hogy úgy látja, hogy engem érdekel akár a történelem és a történelem kutatás is, és úgy hallotta, hogy a levéltárban állás van. Miután én gimnáziumban Lácai Magdolna egyik levéltári óráján már részt vettem, hát felcsillant a szemem, és valóban volt egy üres állás, és felvételt nyertem rá, és nagyon örülök neki, hogy végül is itt élhettem le az életemet. Ugyanakkor a pedagógiát nem tette félre, hiszen levéltárosként is nagyon sok gyereket ismertetett meg ennek a munkának a szépségével, és nagyon sok kutatónak is segítette a munkáját. Igen, Galambos Sándor kollégámmal már a munka elején úgy gondoltuk, hogy nem csak az a fontos, hogy valamit mi felfedezzünk és közreadjunk, könyvben megjelentessünk, mert akkor még ez volt a lehetőség, hanem hogy próbáljuk megismertetni, és közművelődési és levéltárpedagógiai programokat szerveztünk, és olyan műsorokat csináltunk, olyan esteket csináltunk, levéltári estekre gondolok, olyan kis táborokat csináltunk, a Múzeumfaluban kaptunk erre lehetőséget gyereknapon, hogy megnyissuk a múlt táborát, hogy a gyerekekkel is megismertethessük a szépségét a történelemnek és az ember arcúságát. Különös hangsúllyal a helytörténetre, hiszen ez lett a szakterülete végül is. Igen, hát Nyíregyháza nem csak a lakóhelyemmé vált, hanem a szívügyemmé is. A város történetét kutattam, ebből írtam több dolgozatot, PhD értekezés, doktori dolgozatot, tehát komolyabban is foglalkoztam a város történetével, és azt láttam, hogy ott érzik magukat otthon az emberek, ahol tudják, hogy hol laknak, és ezért volt fontos számunkra, hogy a gyerekeknek is bemutassuk a város történetét, hogy megismertessük velük, hogy kinek a lábnyomába lépnek bele, amikor elindulnak a városba. Szakmai szinten kutatóként milyen eredményeket tudhat maga mögött? Hát ugye ez a szakmai sor, ez mondjuk publikációval mérhető, több száz publikációm van, kötetek sora, de igazán a hozzám közel álló a 18-19. Századi város és megye történet, és az a mentalitás történeti kötet, amelyet Fazekas Rózsával állítottunk össze, és megpróbáljuk megmutatni, hogy a 18-19. Században mi megyénkben nem csak események voltak, nem csak történések voltak, hanem hogy miként éltek az emberek. Ez egy nagyon érdekes terület.
az embereknek a gondolkodása, az élethez való viszonyulása, gondolom ez mind ide tartozik. Hogyan változott ez az elmúlt évszázadokban, és ilyen szemüvegen keresztül, hogy látja a mai Magyarországot, a mai Nyíregyházát és Szabolcs megyét? Hát az biztos, hogy elvarázsolják az embert a források. Amikor elkezdünk foglalkozni egy 18-19. századi irattal, akkor az egy időutazás. És egészen más világ tárul fel előttünk, mint amit akár elképzelünk, olyan, mint egy regény, csak egy kicsit valóságosabb, hiszen ez az irat maga is a valóságot tükrözi. Nem csábította egyébként? Mert tudom, hogy van olyan kolléga, Kovács Judit, akit ez el is vitte ebbe az irányba, nem is akármilyen szinten. Hát ahhoz olyan írói véna is kell, mint amilyen Kovács Juditnak van, hála Istennek, és általa megismerhetjük valóban a történelmet egy kicsit másképpen is. Én a hagyományosabb történetírás mellett maradtam, és leginkább arra törekedtünk, hogy azokat az írott forrásokat adjuk közre, azokat az iratokat, amelyek fontosak lehetnek a múlt megismerésébe és feltárásába. Éppen ezért volt fontos számunkra, hogy amikor megjelent mondjuk az összeírások gyűjteménye, hát milyen unalmasan hangzik ez, de azok a nevek vannak benne, akik idejöttek Nyíregyházára, akkor úgy jöttek be sokan a levéltárba, hogy a 165. oldalon szereplő ősömről szeretnék valamit megtudni. És akkor ez olyan jó érzéssel töltötte és bennünket. És nem is gondolja az ember, hogy ez mit jelent egy-egy családnak. Bizony, bizony, bizony. Nagyon sokat jelentett, és nagyon szívesen kutattak nagyon sokan ezek után, a források után. Ezek az időutazások tudtak valamit hozzátenni a személyes életéhez? A múlt tiszteletét, az ősök tiszteletét, a helytörténetnek a lokálpatriótasságát, mert nem csak én lettem nyíregyházi, úgyhogy nem Nyíregyházán születtem, hanem a gyerekeim is nyíregyháziak lettek és maradtak is, függetlenül attól, hogy hol élnek, vagy hol éltek a korábbiakban, számukra a világ közepén Nyíregyházan maradt. És gondolom, egy viszonyítási alapot is nyújtanak ezek a visszatekintések, hogy a mai életünk ahhoz képest hol tart. Igen, igen, és rámutatnak a gyökerekre, tehát ma, mikor bezárkózunk és a monitorjainkkal alkotunk társaságot, nagyon sokat jelent, hogyha tudjuk, hogy honnan jöttünk, kik vesznek bennünket körül, kik a rokonaink. Egy biztonságot ad a világban, ebben a változó világban a gyökereknek a megtalálása. Emellett a nagyon szép szakmai életút mellett vezetőként is azért már több évtizede dolgozik a levéltárban. Mennyire vitte el a vezetői feladat a fókuszt a szakmaiságról, illetve a személyes szakmai munkájától? Hát nagy megtiszteltetés volt, amikor igazgatóhelyettesként Nagy Ferenc igazgató úr azt mondta, hogy ő nyugdíjba megy, és engem javasol, hogy átvegyem az igazgatói posztot. Nem nagyon tudtam, hogy mit veszek át, hiszen nekem helyettesként szakmai feladataim voltak, és abban lubiszkolhattam. A vezetés az egy kicsit más volt, valóban nagyon sok időt igényelt, de mellettem állt a családom, úgyhogy nekem nem 8 órás lehetett a munkanapom, hanem hazamentem, és akkor dolgozhattam tovább, akár a levéltár hivatalos ügyein, akár a saját magam kutatásán. Tehát így egy picit megtaláltam az összhangot a vezetői munka és a saját magam kutatása, meg tudományos célkitűzései között. Vezetőként mik voltak a prioritásai a megyei levéltárral kapcsolatban? Hát a megyei levéltár, mint megyei intézmény, nagyon sokat változott az évek folyamán. Ugye korábban a megyei fenntartás alatt voltunk, aztán központi fenntartás alá kerültünk, és a hagyományos feladatok, az iratőzés, a megismertetés mellett mindig új feladatok jöttek. És ez nagyon fontos kihívás volt a számunkra, hogy az új feladatokat is megfelelően tudjuk megszervezni, és a kollégáknak továbbra is megmaradjon a biztonsági érzete
az öröme a munkába, ugyanakkor az állandó tanulás az új is egy picit kihívás legyen számukra, és érdekes legyen a számukra, hiszen a számítógépek, az adatbázisok világa, az a ceruzával a raktárban dolgozó levéltárosnak egy egészen más perspektívát adott. És mit jelentett ez a digitalizáció akár a kutatásban? Azért nyilván az átállás nem lehetett könnyű, de aztán egy alapjaiban változott meg az egész kutató munka ezáltal. És kinyitotta a levéltár ajtajait, tehát amiért be kellett jönni a levéltárba, és bizony 100 oldalt át kellett nézni, hogy megtaláljunk egy mondatot, most a monitoron rákattintunk a keresőprogramba, és tessék, ott van, tehát sokkal gyorsabban lehet haladni, sokkal nagyobb perspektívába lehet nézni a történelmet, ami a levéltárosnak azért nagy kihívás, mert az adatokat be kell hozzá vinni, tehát ugyanúgy el kell olvasni minden forrás, csak át kell gondolni, hogy hogyan lehetne ezt a modern technika segítségével közel vinni azokhoz, akiknek eddig előadást tartottunk, vagy éppen könyvet írtunk. Hogy látja egy visszatekintve erre a 40 évre, 4 évtized, mennyiben változott a levéltár felé való irányulás, vagy gondolkodás, hogy ennek a jelentősége, a fontossága, ahogy változik akár a gazdaság, akár a gondolkodásmód, Mennyire tartja ennek a fontosságát permanensnek a 40 év alatt? Amikor én a levéltárba kerültem, akkor a levéltár egy viszonylagos zárt intézmény volt, aminek az volt a célja, hogy megőrizze a régi iratokat, és ha valaki ne talán hozzánk fordul, mert kutató hárman, vagy két ügyfél, akkor annak próbáljunk adatot szolgáltatni. Most teljesen kinyílt a levéltár, a szolgáltatási spektruma sokkal nagyobb lett, a kutatóknak az érdeklődése egészen más irányú lett, tehát a hagyományos feladatok mellett most már bizony az új kihívásoknak kell megfelelnünk. Az együttműködési partnerek, együttműködő partnerek is megváltoztak? Inkább azt mondanám, hogy az ismertségünkkel együtt bővültek, mert többen gondolják úgy, hogy támogatni kell az iratőrzést, az ismereteknek a bővebbé válását, és azt a közművelődési munkát, amit a levéltár folytat személyesen is, és az interneten több csatornán keresztül is. Hogyan értékeli, mi az, amit igazán fontosnak tart ebben a 40 évben saját maga számára? Én úgy gondolom, hogy a kollégákkal, akik közül nagyon sokan megmaradtak nálunk elég ritka a fluktuáció, azokkal tudtunk haladni a világgal, és az alapfeladatunkat teljesítettük. Meg tudtuk őrizni az iratokat a jövő számára, és próbáljuk azokat a csatornákat megnyitni, amelyekkel meg is ismertethetjük ezeket. Hogyan képzeli a nyugdíjas éveit? Én nehezen tudom elképzelni, hogy ettől el lehet szakadni ettől a munkától. Hát azt remélem, hogy már csak a kutatásra kell koncentrálnom. Nagyon sok országos programban vagyok még benne, az elhurcoltaktól készítünk adatbázist, ami mindenkit érdekelhet. Levéltárak történetét dolgozzuk fel, a megyei címeres pecsétek történetét dolgozzuk fel, és hát kötelezettségem is van, úgy gondolom, hogy Nyíregyháza díszpolgáraként a város történetét is tovább kell kutatnom, főképpen azért, mert most lesz a 200 éves évfordulója az örökváltságnak, tehát méltóképpen meg kell ezt ünnepelni, ehhez pedig megfelelő történelmi ismeret kell, és az ember nem mástól várja, hanem nyilván attól, aki kutatja ezt és foglalkozik vele, úgyhogy ezen dolgozom. Kulbosné dr. Mecsei Éva, én további jó munkát, és most már zavartalan munkát kívánok, hiszen vezetői feladatok és egyéb ilyen kötelezettségek már nem viszik el a fókuszt. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen az érdeklődést és a jó kívánságot. Az országos évi mintegy 7400 nagyvad elütés közel 80%-ánál őzet gázolnak. Jó részüket az üzekedés időszakában. Vadásznyelven így nevezik az őzek párzását. Szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a vadveszélyt jelző közlekedési táblák ebben az időszakban nem nyújtanak elegendő támpontot a vezetőknek. Érdemes a szokásosnál is figyelmesebben közlekedni. A statisztikák szerint azonban az elütött állatok több mint fele nem vad, hanem kóbormacska,
macska vagy kutya. A kiáró háziállatok ráadásul nem csak az autósoknak okozhatnak fejfájást, de könnyen be is vihetik a veszettséget a lakott területekre. Erről beszél az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezetének titkára, Fazekas Gergely. Mindig délen kezdődik az üzekedés, és szépen úgy haladunk éjszakra, tehát könnyen lehet, hogy ahol mikor délen már régen túl vannak rajta, még az északi középhegységbe, akkor kezdenek hozzá az őzek. Ez eddig is így volt, nyilván ezután is így lesz, de ez a klímaváltozás nyilván valamelyest befolyásolja. Nem az, hogy mikor kezdődik, nem feltétlenül azt, hiszen általában ez a mi megyénkben ennek a csúcsa ilyen augusztus első hetében szokott lenni, tehát közeledünk, de már most is több hivatásos vadásszal beszéltem, akik már láttak, ugye, hogy már keresik a bakokasutákat, már együtt vannak, már magában vannak a gidák, ott hagyta anyuka, és megy egy kis szerelmi légyotra. Igazából a klímaváltozás a látványosságát befolyásolja. Tehát egyre többször van olyan, amikor nincsenek azok a szép markáns szakmailag is korrekt üzekedések, amit ugye elvárunk, vagy megszoktunk, hanem megtörténik szépen az éjszaka hűvösebb időszakában a párválasztás, megtörténik a ugye, borítás, lesz majd gida, meg fog születni jövőre, tehát nem pusztul ki az ősz, csak az a mi szempontunkból nem olyan szép látványos, mint amikor olyan kellemes nyári meleg van, esténként meghűl egy kicsit, az idő napközben megint melegebb van, ezt a nagyon nagy meleget az őzek sem szeretik, tehát ilyenkor kicsit nyilván visszább vesznek az aktivitásból. Ilyenkor az a helyzet, hogy van egy viszonylag csendesebb időszak, itt az üzekedés előtt egy 2-3 hét, amikor mi azt gondoljuk, hogy készülnek az őzek, tehát pihennek, szedik magukra a plusz energiákat, és aztán, hogy amikor elkezdődik az üzekedés, akkor nagyon sokat mozognak. És igazából ez, ami számunkra veszélyes, hogy olyan helyeken is megjelenhet, olyan napszakban is megjelenhet a bak, amikor egyébként nem számítunk rá. Jellemzően ugye az őz egy egész nappal mozgó állat, de inkább ez a hajnali és esti órákban találkoznak vele az autósok. Ilyenkor, amikor üzekedés van, gyakorlatilag egész nap mozog, bárhol feltűnhet, és sajnos, ugye, mint a férfiak nagy többsége, amikor ugye megcsapja a szerelmenek a mámora, akkor sem lát, sem hal. Sajnos ez a bak is így van. Kevésbé verekszenek ilyenkor, nem az a jellemző, hogy szaladnak egyik bak a másik után, hanem az megy szépen a maga dolga után, érzi a sutának a szagát, és fel se veszi a fejét, szépen követi ezt a nyomot, mint egy vadászkutya. És az, hogy ez egy úton megy keresztül, az a legkevésbé sem zavarja, hogy megy szépen tovább. Tehát inkább erre kell figyelni, hogy most már nem csak itt ebben a néhány hétben, nem csak a hajnal és az esti órákban kerülhet elénk ősz, hanem gyakorlatilag bármikor. De nem annyira jellemző, hogy ilyenkor ugye annyira ugranak, mint tavasszal, hogy kergetik egymást, a bakok egymást és amiatt, hanem egyszerűen jönnek, mennek, folyamatosan láthatóak, és gyakrabban keresztezik az autósoknak az útját is. Az óvatosság mindig legyen ott, és hát azért szép a természet, mert ugye az aranyszabályok azért vannak, mert vannak kivételek, tehát az, hogy valaki mindig egy darab őzet látott, nem azt jelenti, hogy a 20. találkozása nem fog kettőt látni, vagy hármat, tehát nyilván készüljünk rá, hogy akár jöhet több is. Nyilván ez egy jó hangzó dolog, hogy ebben a különösen mostani csapadékos nyárban, amikor minden zöld, minden megnőtt, hogy próbáljuk észrevenni, hogyha jön a bak, és már akkor lassítsunk. De általában akkor szoktuk észrevenni, hogy jön, amikor már előttünk van. Kormány ne ráncsuk el, mert akkor még nagyobb baj tud történni. Vészfékezés, masszívan fogjuk meg a kormányt, és aztán bízunk a jó Istenbe, hogy a bak hát elég gyors és átugrik előttünk. Ha meg nem, akkor legalább ne forduljunk be az árokba, hanem csak az a kár történjen, amit ugye a vad fog okozni az autóban. Hozzáteszem, nyilván azért egy 80-90 km-es sebességnél már jelentős kárt fog tudni okozni az autóba, ha pontosan úgy telibe kapja. De általában, hogyha tudunk hirtelen fékezni, ez a vad nem fog lassítani, tehát nem szokott az történni, mint ugye a macskáknál gyakran látjuk, hogy kiszáll az autó elé, és akkor megáll, hogy akkor gondolkozzon, hogy most akkor előre vagy hátra. Ez a bak általában, hogyha jön, akkor ugrik is tovább. Tehát, hogyha gyorsan tudtunk fékezni és jó hatásokról, akkor lehet, hogy éppen át tud előttünk ugrani, és megúsztuk. Én ezt javaslom, a legrosszabb, hogy elrántjuk a kormányt. Abból, hogyha még nem lenne baj, akkor is baj lesz, mert vagy jobbra, vagy balra, vagy árok van, vagy egyéb olyan dolog, amivel az autóval találkozunk, akkor mindig a probléma tud lenni. Hogyha mégis megtörténik a baleset és előtünk egy őzet, akkor mi a teendő autósként? Autósként nyilván attól függ, hogy mekkora a kár az autóban, mert hogyha ne adj úristen, tényleg csak nekünk szaladt az őz oldalról, hiszen ilyesmi is előfordul, és semmilyen kár nem történt az autóban, az őz meg elszaladt, akkor örüljünk neki és haladjunk a dolgunkra tovább. Nyilván ez a ritkábbik eset, nagyobbik eset szám, amikor valamilyen komolyabb kár keletkezik az autóban, hívjuk azonnal a rendőrséget, nekik van egy olyan rendszerük, amit a vadászkamarával együtt működtetnek, azonnal szólnak a illetékes hivatásos vadásznak, ki fog jönni a rendőr és a hivatásos vadász, és a hivatásos vadász elrendezi a vadnak a dolgát, a rendőr pedig elrendezi azt a dolgot, amit a baleset miatt ugye meg kell, hogy történjen, jegyzőkönyvezés, mi és hogyan történt, és azzal tudunk majd a biztosítónál reklamálni, illetve bízni abban, hogy el is hiszi azt, hogy valóban kárt okozott egy vad, és kifizeti majd nekünk. Ti, mint vadásztársaság, milyen gyakran találkoztok egyébként
egyébként olyannal, hogy tényleg komoly a baleset, és ott marad az őzít Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ez mennyire gyakori? Rendőrséget tartjuk a kapcsolatot, és miután ők járnak ilyenkor helyszínelni, évente egy olyan 200-220 eset van, amikor őket riasztják. Tehát amikor tényleg olyan komoly gond történt az autóba, hogy ki kell, hogy menjenek, nyilván ilyen esetekben az őrzés el fog pusztulni, az, hogy a helyszínen marad, vagy még el tud valameddig bánszorogni, és ott pusztul el, az esete válogatja, de amikor egy kocsit ennyire összetörnek, hogy a rendőrséget kihívják, abból ugye vagy se szokta ezt túlélni. Illetve érdekes módon a vadásztársaságok egy ilyen évi 400-500 vadelütést jelentenek be. Nyilván ebben nem csak őz van, hanem akár vaddisznó is, szarvas is, de a legnagyobb része őz. Tehát ugye valahol a 200 és az 500 között van az a 300 különbség, amikor elütötték a vadat, megtalálta a hivatásos vadász, vagy valahogy értesült róla, de az autóban nem keletkezett olyan nagy kár, hogy a rendőrségnek szólni kellett volna. De én azt gondolom, látom már egy pár ilyen elütött őzet, ugye megnyúzva és meg szétszedve, hogy amikor így megüti egy autó, még el is tud szaladni, akkor olyan komoly belső érzései lesznek, olyan komoly sérülés éri, hogy ha nem is ott, de néhány napon belül abban el fog pusztulni. Ha másért azért nem, mert nem tud elmenni inni, és ebben a 40 fokos melegbe egyszerűen 3-4 napig nem tud a vízig eljutni, azt nem fogja túlélni. És hogyha jól tudom, akkor nem feltétlenül a vad és az őz a leggyakoribb, amit találtok az utak mentén elütve. Igen, nagyon érdekes, egy jó együttműködésünk van a Magyar Közúttal, és most kértünk tőlük néhány évre visszamenőleg adatot, hogy tudjunk mi is értékelni és elemezni. És nagyon érdekes módon a több mint 1500 vad vagy állatból, amit az út mellett találtak elütve, több mint a fele kóbor, kutyakóbor, macska volt. Tehát legalább akkora problémát jelent, mint a vad útra kerülése, hiszen egy macska, ez kimondottan egy hirtelen az útra szaladó típusú jószág, tehát ugye sokáig elgondolkozik, aztán megvárja, míg jön az autó, és akkor gyorsan előtte próbálunk átszaladni. Nyilván, hogyha az éjszaka történik, egy sötétes színű macskával, akkor még az ember jól meg is ijed tőle, csak azt látja, hogy valami villan az úton, és a kormányt elránthatja. Hát a kutyáknál meg ugye ott azért vannak olyan nagy testvérek, hogy közel akár őz súlyú, a kis 20-30 kilós kóborkutya is lehet, ugyanakkor akár tud tenni az autóba, mint egy őz. Tehát ezekre is figyeljünk, és elgondolkoztató, valóban elgondolkoztató, hogy a elütött állatoknak harmada, sőt vannak olyan utcakazok, hogy a fele ilyen kóbor állatokból áll. Az látható, hogy a ebtartás szabályainak szigorodásával nem mindenki meri vagy tudja vállalni, hogy ugye a kutyát otthon tartsa. Az összeset valamilyen módon próbál ezeknek nyilván ezektől megszabadulni. Sajnos ennek az egyik leggyakoribb módja az, hogy a kutyát elengedjük, és majd lesz vele, ami lesz, biztos életben fog maradni. Na most azon túl, hogy ez nyilván állatvédelmi szempontból is erősen aggályos, vadvédelmi szempontból is aggályos, mert a kutya ugye egy ragadozó, őt ha kitesszük, és van benne egy pici kis ösztön, már pedig nyilván a kutyában maradt ösztön, akkor ő meg fogja tanulni, hogy hogyan lehet megfogni a vadat, és ez nyilván senkinek nem jó. Harmadrészt pedig ugye egy potenciális közvetítő a vad és a háziállatok között, hiszen pontosan a macska egyébként, a házaktól kijáró macska az egyik legnagyobb veszélyforrás, hiszen egy macska egy éjszaka be tud akár 20 hektárt is barangolni, könnyű szerelem, még nagyobb területeket is. És mondjuk a szélső házban lakik és megszokta azt, hogy ő kijár egerészni, pockozni a vadász területre, ott könnyű szerelem tud találkozni éjszaka egy veszett állattal, összeverekszenek, megmarják egymást, a kismacska ugye hazamegy, mint ahogy láthattuk is ugye tavasszal előtt a Milotán történt esetben, hogy a macska bemegy, nyilván a macskát mindenki szereti, simogatja, babusgatja, csak egyszer, hogyha ez a macskán kitör a veszettség, akkor ugye kiszámíthatatlanul fog viselkedni, és abból lehet a leghamarabb összeszedni az embereknek is a fertőzést. Nyilván ez egy olyan potenciális veszélyforrás, amit mindenkinek elemi érdeke, hogy csökkentsük, hiszen azért bármennyire is hallhatjuk időről időre, hogy rókát találnak benne a városba, vagy esetleg bolzott, ne adj Isten, már most aranysakálról is hallani, azért ezek nagyon-nagyon pici esetszámok. Viszont óriási mennyiségű kóbor, vagy kevésbé felügyelet alatt tartott kutya és macska jár ki a határba, életvitelszerűen, hanem is ott lakik, de kijár és visszamegy, és ezek azok a egyedek, amik ugye legnagyobb eséllyel behurcolják majd a lakott területre a veszettséget. Egyelőre nem javult a helyzet a mezőgazdaságban a munkaerőhiány terén. A zöldséggyümölcs ágazatban különösen nehéz dolgozót találni a szezonális munkák idején. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke úgy látja, a kevés kézi munkaerő miatt a kisebb kertészetekben termelők jelentős része fejezi be a tevékenységet, emiatt csökken az ültetvények száma. A gépesítés pedig olyan költséges, hogy azt csak a nagy termelők engedhetik meg maguknak. Nyár van, illetve az őszre is elmondható, itt a mezőgazdaságban, a zöldség, gyümölcs ágazatban
Ilyenkor jellemzőek igazán a szezonális munkák. Általánosságba véve, mi mondható el a munkaerőhiányról, illetve hogyan lehet ezt orvosolni? A munkaerőhiány nem új keletű dolog, nem csak az zöldséggyümölcs ágazatban, hanem a teljes agráriumban, sőt a teljes nemzetgazdaságban, illetve azt kell mondani, hogy nem csak Magyarországon, hanem európai szinten is gondok vannak a munkaerő ellátottsággal. Így ismerjük a problémát, régóta velünk van. A megoldási lehetőségek olyan értelemben korlátosak, hogy valószínűleg munkaerőből a következő 5-10 évben sem lesz több, és mi csak foglalkozzunk az agrárium, vagy még szűkebben a kertészeti ágazat munkaerő ellátásával. Alapvetően az egyik fő gond, hogy mennyiségben sem áll rendelkezésre elegendő munkaerő, a másik gond, hogy jellemzően a kevésbé kvalifikált munkaerő akar még kertészeti, vagy általában agráriumban, mint szektorban munkát találni, munkát keresni. Így minden tekintetben, mind a mennyiség, mind a minőség tekintetében gondok vannak. Mi a megoldás, hogyha munkaerő a következő 5 vagy 10 évben sem lesz több? Nagyjából az, amilyen úton a kertészeti szektor elindult, hiszen a munkaerő hiánynak a nyomai egy évtizedes távlatban azért már látszanak az ágazaton. Az egyik út, ami cseppet sem üdvözítő és semmiképp nem lehet róla sikerként beszámolni, az az, hogy az erősen élő munka igényes kultúrák leépülnek, vagy akár teljesen eltűnnek a köztermesztésből. Ilyen például a málna, a közméte, vagy ilyen a kézi betakarítású szabadföldi zöldségek köre, amelyeknek a termőterülete radikálisan csökkent, vagy egyes kultúrák, ahol a munkaerő hiányon kívül még a klímaváltozás is sújtja az adott zöldséggyümölcsfajt, gyakorlatilag teljesen eltűntek a magyar köztermesztésből. Tehát a piac, az ágazat úgy reagálta le a munkaerő hiányt, hogy amihez nagyon sok élő munka kell, azt redukálja, vagy egyes esetekben gyakorlatilag likvidálja termelésből az ágazatból. A másik megoldás a gépesítés, automatizálás, hiszen régóta ismert közgazdasági törvényszerűség az, hogy a munkaerő, mint erőforrás tőkével kiváltható. Vehetünk gépeket, robotokat, amelyek helyettesítik jelentős részben az élő munkát. Ez az út szintén látható, tapasztalható a mezőgazdaságban, illetve a kertészeti ágazatban is. Az más kérdés, hogy vannak olyan munkaműveletek, amelyeket a tudomány jelenlegi állása szerint nem tudunk kiváltani gépekkel. Ilyen például bizonyos frisspiaci gyümölcsök betakarítása. Vannak már egész finom betakarító robotok, de ezek még nagyon drágák, a hatékonyságuk, a sebesség az nagyon csekély, így még azért alapvetően a termés gyakorlatában nem terjedtek el. De ez az út, ez az irány, ez mindenképpen látszik. Vannak olyan munkaműveletek, amelyeket viszont élő munka helyett szinte kiválóan lehet gépesíteni, automatizálni, és várható, hogy a következő 5-10 évben fejlődik annyit a technika, hogy a legtöbb zöldség, gyümölcs betakarítása robotizált vagy automatizált lesz. Az más kérdés, hogy az automatizálást, a robotizálást azok engedhetik meg maguknak, akik ehhez megfelelő tőkével rendelkeznek. Ez pedig alapvetően megkövetel egy bizonyos üzemméretet, néhány hektáros kertészeti vállalkozás, ha csak nem üvegházi vagy fúriáshajtató kertészetről beszélünk, nem lesz képes arra, hogy majd ezeket a méregdrága robotizált betakarító eszközöket, gépeket vagy más automatizált permetező gépeket, sorközművelőket megvásárolja. Így alapvetően ez abba az irányba visz, hogy azok a nagyobb méretű gazdaságok lesznek előnyben, akik ehhez a mérethatékonyságokán a megfelelő üzemmérettel és tőkével is rendelkeznek. És hogy mondjunk még egy részmegoldást, alapvetően az, hogy, és ez főleg a gyümölcsültetvényekre igaz, jéghálóval takarjuk az ültetvényt, vagy védelmi technológiát alkalmazunk, öntözünk, vagyis arra törekszünk, hogy az adott ültetvényen a lehető legmagasabb legyen az első osztályú gyümölcs aránya, ezzel egyben élő munka hatékonyságot is nagyon nagy mértékben javítunk. Ennek az az oka, hogy ha van egy ültetvényünk, ahol se fagyvédelem nincs, se jégháló nincs, és tavasszal a tavaszi fagy okoz károkat, egyrészt mennyiségi, másrészt minőségi károkat, fagylétes lesz, vagy gyűrös lesz, vagy gyümölcs perzselt lesz, meg aztán jön még valamikor a nyár folyamán egy jégverés, akkor onnantól kezdve a betakarítás munkateljesítménye nagyon jelentősen zuhan, mert külön kell szedni, külön kell válogatni a szedésnél, amíg első osztályú étkezési minőségű gyümölcsöt az ipari minőségtől.
és ez 30 vagy akár 50%-kal is lassíthatja a szüretet. Ellenben, ha van jéghálunk, fagyvédelmünk és az ültetvény 90-95%-ban első osztályú étkezési minőséget, gyümölcsöt nevel ki, akkor a szüret sebessége a csökkent tempóhoz képest másfél-kétszerese. Egy védtelen, sem jéghálót, sem fagyvédelmet nem tartalmazó, nagy minőségi károkat elszenvedő ültetvényhez képest. Szó esett ugye a gépesítésről, az automatizációról, és arról is, hogy ezt nem mindenki engedheti meg magának. Mennyire költséges ez, illetve léteznek-e támogatások adott esetben arra, hogy ezt hozzák akár kisebb területen termelő gazdák is? Lesznek géptámogatások, amelyekkel majd ezeket az eszközöket meg lehet vásárolni, vagy akár precíziós művelőgépeket, de jellemzően ezeknek az ára sokkal magasabb, mint egy hagyományos erőgépnek, vagy munkagépnek, vagy önjáró munkagépnek. Egy példát mondjak, van már önjáró permetező robot, ami nyilván megfelelő programozás mellett bejárja az ültetvényt és önmagában permetez, de hát ezeknek az ára 70-80-100 millió forint egy 5-8 millió forintos hagyományos ültetvény permetezőhöz képest, vagyis nagyon nehezen fogják ezt még tudni megfizetni. De a technikának itt is van egy olyan sajátossága, hogy akkor válik valami olcsóvá, így a robotok, az automatizált eszközök is, amikor elindul a sorozatgyártásuk. Akkor felére, harmadára fog esni az áruk, mert sokkal olcsóbb valamit nagy szériában gyártani, mint hogyha csak néhány darabot állítanak elő belőle. Tehát az, hogy most ezek méregdrágák, és még gyakran nyugat vagy dél-európai élenjáró kertészeti vállalkozások sem tudják ezeket megvásárolni, az nem azt jelenti, hogy 5-10 év múlva nem lesz az realitás, hogy ezek a hazai kertészetekben is ott legyenek. Tehát lesz alapvetően pályázati forrás, támogatás, de azokból még nem ezeket a futurisztikus gépeket, robotokat, eszközöket fogjuk megvenni, hanem azokat, amelyek mai léptékkel megvásárolhatók árukat tekintve. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc új műsorral, legközelebb szerdán várjuk Önöket. Frissen elismert szakember lesz akkor is a vendégünk, én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!